Immár második alkalommal látogatott Magyarországra a kortárs francia irodalom három ulipistája. Szegeden a Millenniumi Kávéház adott otthont a szórakoztató alkotóiesnek. Után ismét Magyarországon járt a francia lehetséges irodalom műhelyének, az Ulipónak három tagja. Jacques Roubaud mellett Jacques Jouet és Hervé Le Tellier-t köszönthettük az ulipisták sorában. Az irodalmi műhelyt 1960-ban az író és költő Raymond Queneau és a matematikus François Le Lyonnais alapították. Érdekes, hogy egy író és egy matematikus ilyen közösséget alkot. Szerettek volna együtt dolgozni, munkájukban úgynevezett megkötéseket alkalmazni, melyekkel újra alkothatják az irodalmat. Képzelje el, hogy ír egy regényt. Ilyen megkötések alkalmazásával ez elég bonyolult. Például a francia ABC-ben 26 betű van, és ezek közül van egy, amelyiket sokkal többször használ, mint a többit. Ez az E hang. A műhely jelenleg 38 főt számlál. A tagokat szigorú feltételek kötik, nem léphet be bárki az alkotói körbe. Ahhoz, hogy az Ulipó tagjai lehessünk, kell, hogy a tagok felkínálják ezt a lehetőséget. Van egy fontos szabály, miszerint mi nem kérhetjük ezt. Ha már benne vagyunk az Ulipóban, nem léphetünk csak úgy ki, és nem is dobhatnak ki a körből. Aki az Ulipó tagja, az akkor is tag marad, ha már meghalt. Ez egy szigorú szabály, nem kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Tulajdonképpen egyetlen lehetőség van, az öngyilkosság. Meghalni azért, hogy elhagyhassuk az Ulipót. Jacques Roubaud 1966 óta immár 44 éve aktív tagja az Ulipónak. Noha fél évszázad eltelt már a műhely megalakulása óta, csak néhány éve hallhatjuk őket világszerte. Kezdetben az Ulipó titokban működött. Kivétel nélkül minden hónapban tartottak közös összejövetelt. Az alapítók úgy gondolták, meg kellene mutatni munkájukat a nyilvánosságnak is, így elkezdtünk felolvasó esteket rendezni. Ilyen alkalomra került sor a szegedi Millenniumi kávézóban is, ahol az írók verseket olvastak fel saját alkotásaikból. Jacques Roubaudtól megtudhattuk, hogy a műhely célja valami különleges, egzotikus létrehozása, úgynevezett megkötések segítségével. Ennek szemléltetésére Balogh József előadásában hallhattunk részletet Lázár Ervin egyik meséjéből, melyet aztán francia fordításban is élvezhetett a közönség. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak, csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel, föl is állt, hogy elszavalja. A múltkor mi kamakkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömdödöm alászorult. C'est Louis le Colosse qui récite son poème le premier. L'autre jour, je suis allé avec Mika Maka dans la forêt pour couper du bois. A tapsoló közönség nem okozott csalódást a francia vendégeknek. Megígérték, lesz még alkalom közös felolvasó estre.